Március 8-án és 9-én Makón rendezték meg a tékvandó egyesületek sportolói számára a magyar bajnokságot. A tiszafüredi Black Dragon Tékvandó Klub 4 versenyzője, Cinege Dóra, Bella Solange, Bella Richard és Csábi Milán korcsoportjában magyar bajnoki címet, vagyis aranyérmet szerzett. A szerdai edzés előtt beszélgettünk a bajnokokkal és a klub edzőjével, Pilhoffer Csabával. A nemrégen lezajlott magyar bajnokságról beszélgetünk a gyerekekkel, a sportolókkal, illetve az edzővel is. Hol jártak, Csaba, hol volt a verseny? Most Makón rendezték meg az országos bajnokságot, a Szegedi Klub Dinamik Sportegyesület rendezésében volt ez a bajnokság, és egyben egy Európa bajnoki válogató verseny is volt, ahol HSN-nek sikeresen szerepeltünk. Hogyan válogatja ki a sportolókat? Ki az, aki jöhet? Ki az, aki még nagyon kezdő, és nem is érdemes elmenni? Igazából azt szoktam mondani, hogy aki kedvet és lehetőséget érez magába, azok próbáljanak jönni mindenféleképpen, ugyanis ez is egy verseny. Hogyha most még nem nyer valaki országos bajnokságot, az se probléma. Általában az országos bajnokságon az ország legjobb versenyzői gyűlnek össze, és ők az, akik megmérkőznek egymással. Ez kötelező a kluboknak, ezen a részvétel, vagy érdemes részt venni, hiszen ez az egyik legnagyobb verseny? Hát egyrészt Magyarország egyik legnagyobb versenye, másrészt viszont, hogyha valaki kvalifikálni szeretné magát Európa-bajnokságra, világbajnokságra, akkor azon kötelező részvétel, mint ahogy Dóri Mesternek is kötelező volt most. Tud nekem egy számot mondani, itt több száz résztvevő volt? Kb. 270 résztvevő volt, ha jól emlékszem, és ha nem tudok pontos számot mondani, de olyan több mint 30 klub volt jelen az OB-n. Kérem szépen akkor az eredményeket. Jó, hát 4 aranyéremmel, 1 ezüstéremmel és 3 bronzéremmel zártuk a magyar bajnokságot, és szerintem a Black Dragon Klubnak az eddigi pályafutása során az egyik legjobb magyar bajnokságot zártuk. Hát akkor nézzük egyenként. Solange, mennyire vagy büszke magadra? Én most nagyon büszke vagyok magamra, szerintem kihoztam magamból azt, amire igazán képes voltam, tehát most megnyertem az országos bajnokságot formagyakorlatban. Ennek nagyon tudok örülni, mert a kedvencem így a tékvandóban a formagyakorlat, és ez most nekem egy ilyen elismerés, hogy hát mégis jó az, amit csinálok. Úgy erre büszke vagyok most nagyon. Beszélgettünk mostanában, de valahogy valami apróság mindig közbe jött, hogy nem sikerült azért nagyon csillogó aranyat nyerni. Volt második helyezés, volt harmadik, de akkor ez most nagyon-nagyon jól összeült. Igen, most érzem úgy, hogy mindent oda tettem, tehát gyakoroltam is rá, meg igyekeztem a legjobbat kihozni magamból. Előtte annyira nem tettem meg mindent, érted, de most 100%-osan arra figyeltem. Úgy gondolod, hogy fejben is borzasztóan ott kell lenni, és most ez is megvolt? Igen, szerintem 100%-osan ott kell lenni, nem szabad másra gondolni, csak arra, hogy elérjük azt, amit szeretnénk, arany, 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 előre. Igen, a lelki teher, meg a lelki plusz az nagyon-nagyon kellhet egy ilyen versenyhez. Milán, veled már régen beszélgettünk. A versenyen hogyan sikerült neked? Nekem jól sikerült, első helyezett lettem, és 10 ellenfelem volt. Nagyon sokan voltatok a mezőnyben ebben a korcsoportban? Igen. A többieknek hány ellenféllel kell megküzdeniük? 4 előttel, tehát kevesebbel, mint neked? Sokkal. Ez az aranyérem, ez azt jelenti, hogy magyar bajnok vagy a leges legjobb? Igen. Gondolom, nem sokszor álltál még azért a dobogónak a legfelső fokán. Milyen érzés volt ott onnan szétnézni? Jó érzés volt, de már álltam sokszor. Hát akkor én vagyok tájékozatlan ebben az ügyben. Ilyenkor, mikor fölállsz a dobogóra, Csaba bácsi ott van a közelben, jól esik ránézni? Igen. Következő versenyre már most készültök, gondolom. Igen. Sok sikert hozzá neked is, meg a többieknek. Ricsi, mostanában neked sem ment olyan nagyon-nagyon jól. Most mi volt a sikernek az oka? Igazából az volt, hogy mivel ez egy nagyon-nagyon nagy verseny, és ezt akartam, hogy így nagyon jól tudjak eredményt hozni. És sikerült is. Többször beszélgettünk már róla, hogy te voltál, aki Solange-ot idehoztad a csapatba. Most úgy érzed, hogy mint két magyar bajnok, aztán mindent elértetek? Hát igazából még van nagyon sok verseny, amit meg lehet nyerni, csak oda kell tenned magad.
kell tenni magát. Verseny előtte lelkileg hogyan készülsz föl? Fizikailag, meg amit lehetett, megtanultál már. Lelkileg mi az a plusz, amit magadnak kell mondani? Hogy minél a legjobbat hoz ki magadból. És Szolásnak igaza van abban, hogy fejben nagyon-nagyon oda kell figyelni, nagyon koncentrálni? Igen. Igen. Volt-e olyan ellenfél a küzdelemben, akire jól emlékszel, mert nehéz volt, és végül is sikerült legyőzni? Volt, pont a döntőben vele kerültem össze. Őt egyébként ismerted már valahonnan versenyen? Csomószor szoktam vele együtt küzdeni, meg formában is szoktunk küzdeni. És mikor, hogy? Mikor, hogy sikerült, de most neked sikerült, és ez valóban, ahogy Szolancs is mondja, ez azért büszke lehet rá. Otthon a szülők, apu, anyu mit mond? Nagyon, nagyon örültek, hogy első helyezetet hoztam el formából, és második helyezetet küzdelemből. Dóri, természetesen megkérdezzük, hogy sikerült, mi az, ami sikerült, mi az, ami egy kicsit úgy érzett, hogy nem volt teljesen pontos. Küzdelemben első lettem. Megnyertem, és speciál technikai törésbe lettem harmadik. Most a forma gyakorlat nem jött össze, de nem keseredtem el miatta. Ritkán van alkalmunk arra, hogy beszélgessünk ezekről a speciális versenyekről. Mi a különbség, hogy speciális törés és erőtörés? Mi a kettő? Hát a speciál technikai törésben inkább a magasság számít, az erőtörésben meg az erő. Meg az erő. És a küzdelemben, amiben végül is magyar bajnok lettél, hanyadjára, sokadjára már? Negyedjére. Te mindig a legeslegjobbak között vagy. Csaba bácsit elfelejtettem megkérdezni arról, hogy a te válogatottságoddal mi a helyzet? Újra és újra meg kell harcolni azért, hogy válogatott legyél, vagy most is dolgozol, mint a válogatottad? Igen, most újra meg kellett harcolni azért, hogy kijussak az Európa-bajnokságra, ugyanis küzdelemben országonként az Európa-bajnokságon két ember indulhat, és hárman voltunk jelentkezők, akik indulni szerettek volna az 50 kilós kategóriába, ezért most a makói versenyen, az országos bajnokságon meg kellett küzdeni azért is, hogy kijussunk az Európa-bajnokságra. A három sportolót közül, illetve hát az egyik te vagy, a másik kettőt ismered? Tehát többször találkoztatok már versenyek? Igen, az egyik a legjobb barátném. És mind a ketten nagyon ügyesek. Nagyon nehéz meccseket kellett most megvívni, hogy valaki ott lehessen az Európa-bajnokságon. Titelezzük föl, hogy hárman egyforma képességek vagytok. Akkor mi dönt közöttetek? Abban a pillanatban valamivel jobb vagy a másik sikernőnek sikerül jobban? Fejben eldönteni az egészet. Én a döntő meccs előtt kb. 2 óra hosszáig a fejemben döntöttem el azt, hogy igen, meg kell csinálni, és elsőnek kell lenni. Ennyi elég tulajdonképpen. Mindent megcsináltam, minden edzésen ügyes voltam, teljesítettem a maximumot, és még fejben hozzá kell adni, és akkor meg lesz az aranyér. Igazság szerint ez nem egy könnyű dolog, hogyha jobban belegondolnak az ember, mert azért itt lenni minden héten, minden edzésen, végigedzeni azt a 2 órát tényleg izzadva, kőkeményen vért izzadva, hogy az ember hozza magából azokat a technikákat, amiket kell, és ott a versenyen még akármilyen kis nüansz közbe jöhet, hogy megzavarja az embert, és azt mondja, hogy épp az miatt nem sikerült, mert valaki éppen megzavart, vagy valami éppen nem úgy sikerült, vagy éppen egy olyan izomfájdalommal keltem fel aznap reggel, ami nem a helyén való. Ez bármi történt, tehát itt 4-5 hónap munkájáról van szó, amikor itt ezekről beszélgetünk, és tényleg a gyerekeknek mentálisan is oda kell tenni magukat teljesen, hogy igenis megnyerjék azt a meccset. Amikor utólag értékelik a versenyeket a gyerekekkel egyenként, akkor tetten lehet érni azt, hogy mi volt az oka, hogy éppen az az arany nem sikerült? Tehát meg lehet-e tudni azt, ki lehet-e boncolni azt, hogy most esetleg a sikertelenségnek mi az oka? Igazság szerint mindig megvan valamilyen oka. Általában vagy valamilyen lelki probléma, vagy valamilyen testi probléma szokott általában közbe jönni. Próbálok mind a két esetben ott lenni a gyerekek mellett, tehát hogyha valamilyen lelki problémájuk van, akkor is segítek nekik, ha testi problémájuk van, akkor is próbálok segíteni nekik, ugye a testiekben jobban tudok segíteni igazából, de ez a fontos, hogy a gyerekek is ugyanúgy oda tegyék magukat. A testi problémákról tulajdonképpen még kevesebbet beszéltünk. Egy küzdelemben meghúzódik valahol valami, vagy megroppan egy csont, akkor ott hogyan tud segíteni a gyerekeknek? Tehát egy fájdalomcsillapítással, vagy egy kötéssel, mi ilyenkor az edző feladat?
Hát egyrészt van nálam fogyasztóspré általában, hogy ezeket gyorsan tudjuk orvosolni, ezeket a problémákat. Másrészt viszont megpróbálom azokat az izomgörcsöket szétmasszírozni ott helyben, és akkor hát ha elmúlik, nem múlik el nyomtalanul, de általában az emberben akkor, ilyenkor akkor az adrenalin, hogy ezt a fájdalmat csak másnap veszi észre. Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést mindnyájuknak. Tudom, hogy lesz még verseny, további feladatok vannak mindenki előtt, és gratulálunk természetesen a 4 bajnoki címhez. Nagyon szépen köszönjük. Ez az!